Zöld pálya, zöld energia, vagyis a megújuló energiákat tartja nagyon fontosnak az üllő ese. Ennek jó példája a mostani beruházás, a napelemek telepítése, amellyel 25 ezer kilovatnyi teljesítményt, vagyis a teljes éves villamos energia ellátást fedezni tudják, de a meleg víz tárolására is gondolnak. A befektetett forrás nem egészen 4 év alatt megtérülhet. Környezettudatos gondolkodásnak lehetnek szemtanúi azok, akik a napokban az üllői sportpálya mellett elhaladva meggyőződhettek arról, hogy a kivitelező milyen rövid idő alatt és milyen szakmaisággal telepítette a napelemeket. Pontosan 90 darab napelemet lehet látni mögöttem. Ennek a 90 darab napelemnek körülbelül a teljesítménye 25 ezer kilowatt óra lesz, ami úgy néz ki, hogy a szakértői becslések szerint fedezi a pályának a teljes villamos energia ellátása. Tovább gondolva ezt az energiát, remélem, hogy egy-két fejlesztés, meleg víztárolás, stb. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy nálunk zöld pálya, zöld energia van. Megújuló energiát nagyon fontosnak tartjuk az Egyesület. Villamosára, meleg víz, mit tud még kiváltani? Hát gondolom hűtés, fűtést, azért az elektromos áramot ma mindenre használjuk, remélhetőleg előbb-utóbb elektromos autók is lesznek. Ha jól tudom, akkor TAO támogatásból valósult meg ez a beruházás. Igen, TAO támogatásból, ezúton is szeretnék köszönetet mondani a város vezetőségének, Kisné Szabó Katalin polgármesterasszonynak, valamint a képviselőtestületnek, hogy támogattak. 3,5 millió őrészt juttattak az Egyesületnek, hogy ez a projekt megvalósulhasson, valamint az MLS-nek, akik támogattak minket, és ezen belül is Benkő Tamás úrnak, a Pest-megyei Labdarúgó Szövetség igazgatójának, aki szintén támogatta ezt a projektet. Úgy gondolom, ez egy hasznos projekt. Évi szinten úgy számolom, hogy kb. 1 millió forintot fog energia árban kiváltani, és ez zöld energia, zöld pálya, zöld energia. Összesen mekkora forrásból tud ez megvalósulni, illetve bizonyos számításokat gondolom végeztek, mekkora időmennyiség év alatt hozza vissza ezt a befektetett összeget? Én csak az önkormányzati támogatást számolom, nem egészen 4 év alatt már megtérül ez a beruházás, és utána önmagának termel, illetve hát a Egyesület üzemeltetése kevesebbe kerül majd a városnak és az önkormányzatnak. Mikor állítják üzembe? Reményem szerint a héten most már elkészült teljes végleges kivitelező, megkezdődik a műszaki átadás átvétel, és az engedélyezési eljárások, illetve hát a villanyóra cseles, a többi az kb. 30 napos határidőt vesz. Tehát jövő hónap végére úgy gondolom, hogy most már termelhetjük az áramot.